Sziasztok, jó reggelt! Szeretnék megint egy üzenetet átadni nektek, ami számomra aktuális volt. Ez a hét, meg az elmúlt pár nap megviselt minket. Nem tudom, miért volt nehezebb, mint a korábbiak. Lehet, hogy azért, mert kezdjük kicsit monotonul megélni ezt a időszakot, hogy egyik nap után jön a másik, és így ez az összezártság, meg a, tényleg a napok monotonitása, hogy a lelkünket elfárasztotta. Plusz még voltak nehezebb küzdelmeim a munkámban. Szóval pénteken, amikor voltak azok az új hírek, hogy na, hogy alakul ez a karantén helyzet, ezt annyira vártuk, és így olyan csalódás volt nekem, hogy így Pest megyére, Vácra nem oldották föl ezt a helyzetet. Úgy vártam, hogy na, majd biztos könnyebb lesz, és így azt vettem észre, hogy a szívemben zúgolódom, meg panaszkodom. Meg nem csak a szívemben, hanem a számban is volt. És erről szeretnék beszélni nektek, a zúgolódásról, meg a panaszkodásról. Tudom, senkit nem érint rajtam kívül, de hát, ha mégis esetleg majd egyszer sor kerülne ennek, akkor aktuális lehet ez az üzenet. Azt olvastam a Lukács 15-ben, ami három ismert példázatnak a helye, az elveszett bárány, az elveszett drachma és a tékozdó fiú története van itt, amit általában az evangelizáció kapcsán szoktunk használni, vagy arra gondolunk, hogy ez arra való, pedig mégis így kezdődik ez a fejezet. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Itt van két csoport, a tanítványok csoportja, a vámszedők, a bűnösök csoportja együtt, és ők igyekeznek Jézushoz menni. És van egy másik csoport, a farizeusok és írástudók, akik meg folyamatosan csak panaszkodnak és zúgolódnak. Jézus akármit csinál, ők zúgolódnak és panaszkodnak. Ez a kettő csoport, meg ez a kettő viselkedés, ez élesen elválik egymástól. Itt azt látom, hogy ez a kettő jelenség, hogy valaki Jézushoz megy, vagy valaki zúgolódik, ez általában elkülönül egymástól. Olyan, mint egy döntéshelyzet lenne, hogy én melyiket választom. Vagy Jézushoz megyek, vagy zúgolódok. Ha belegondolok egyébként, hogy az én mostani küzdelmeim meg próbáim, amikkel kapcsolatban panaszkodom, mennyire eltörpülnek más emberek küzdelmével és nehézségeivel, akkor ugye elszégyellem magam, hogy miért zúgolódom, miért panaszkodom. Mások sokkal nehezebb körülmények között élnek, sokkal nagyobb problémákkal küzdenek, és az enyém az semmilyenhoz képest. De azt gondolom, hogy mindannyiunknak a maga szintjén kell ezt megküzdenie, hogy választ, vagy dönt a kettő közül, hogy Istenhez megy, Jézushoz megy, vagy pedig zúgolódik. Olyan, mintha az egyik kizárná a másikat. Mindkettő egyfajta válasz a nehézségek megélésére. Valaki ezt úgy oldja meg, hogy zúgolódik, valaki ezt úgy oldja meg, hogy Jézushoz megy. Én túl sokszor zúgolódtam mostanában, pedig nem jártam zúgolódás tanfolyamra. Túl jól ment mostanában ez a panaszkodás, pedig nem vettem részt intenzív tanfolyamon, hogy kiműveljenek ebből, hogy ezt hogyan kell jól csinálni. Ez egy olyan dolog, ami úgy látszik bennem van, megtanultam. És hogyha megnézem a Bibliát, akkor azt látom, hogy Ádám is már az Édenkertben panaszkodott. Amikor bűnbe esett, és Isten ezt számon kérte rajta, akkor elpanaszolta Istennek, hogy ez az egész amiatt volt, hogy Éva, az a nő, aki Isten adott neki, az rávette. Ez az ő hibája. Ha észrevettétek, ez a zúgolódás, panaszkodás, ez egy nagyon könnyen mástól átvett minta. Ez akár öröklődik szülő-gyerek kapcsán. Amikor egy szülő ezt a mintát képviseli, akkor azt adja át a gyermekének, hogy a nehézségek idején panaszkodni, zúgolódni kell. De nem csak ilyen szülő-gyermek vagy családon belüli kapcsolatban működik ez ragályos, akármilyen emberi kapcsolatban. Gondoljatok el a
gondoljatok arra a példára, ami a Bibliában van, amikor Mózes beküldi a 12 kémet az ígéret földjére, és Józsué és Káleb a 12 kép között van, ők úgy jönnek haza, hogy hát fantasztikus helyet láttunk, csodálatos ez a föld, amit Isten nekünk akar adni, de ott volt még 10 másik kém, akik pedig zúgolódtak, panaszkodtak, és rossz hírét keltették ennek a földnek, és az egész népre átragadt az ő zúgolódásuk és panaszkodásuk. Mert valljuk meg, ez egy olyan jelenség, ami ragályos. És ha őszinte akarok lenni magammal, akkor sokkal könnyebb ezt a megoldást választanom, sokkal könnyebb panaszkodnom, mint bíznom Istenben. Ugye ez a döntés, hogy Jézushoz megyek, Istenhez megyek, vagy pedig panaszkodom. Ez a kettő elválik egymástól. Az Istenbe vetett bizalom egy adott problémában, vagy pedig a zúgolódás. Mind a kettő egy eszköz arra, hogy azt a gondot, ami jelentkezik, azt kitegyem a szívemből. Tehát megpróbáljam kezelni ezt a gondot. Az egyik ugye Isten útja, az, hogy bízom, hogy imádkozom, hogy Jézushoz viszem a problémát. A másik pedig az ember útja, a bukott ember útja, ahogy másra mutogatok, panaszkodom, és áttolom a felelősséget valaki másra. Mind a kettő egy megoldás, egy próba arra, hogy a szívünkből kitegyük azt a gondot. De az egyik működik, a másik meg nem működik. Amit Isten mond, hogy bíznom benne, hogy imádkozzam, és vessem rá a gondjaimat, ez működik. De amikor én nem Istenre vetem a gondomat, hanem valaki másra próbálom vetni a gondomat, és így próbálom kitenni a szívemből azt a nehézséget, ez nem fog működni, mert a másik embernek is átadom ezt a mintát, a zúgolódás és panaszkodás mintáját, és tulajdonképpen meg sem szabadultam a problémámtól. Amikor volt ez a hét, és voltak ezek a nehézségeim, én örlődtem, zúgolódtam és panaszkodtam, igazából nem lettem jobban. Nem került ki a probléma a szívemből. Megnéztem ennek a szónak a görög eredetiét, és úgy hangzik, hogy gongúzó, milyen jó kis szó, nem? Mintha egy ilyen hangutánzó szó lenne ez a gongúzó. Mintha a zúgolódás és panaszkodás így hangzana, vagy az elégedetlenség. Ezek mintha szinonimák lennének, ezeknek szokták ezt a szót fordítani. És ha megvallom nektek őszintén, akkor ez olyan, hogyha valaki elégedetlen, ez lehet még egy ilyen egészséges módon tenni. Ez nem feltétlenül rossz dolog, hogy valaki bizonyos módon elégedetlen azzal, amit lát. Ugye, hogy látunk valamit, ami nem helyes, és nem elégszünk meg azzal, hogy az úgy maradjon, hanem szeretnénk, hogy az jobb legyen, vagy szeretnénk jobbá tenni, változtatni rajta. Ez nem rossz. De nagyon könnyen át tud csapni az elégedetlenség egy helytelen elégedetlenségbe, egy zúgolódásba, egy panaszkodásba. Amikor a szőlőmunkások példázatát olvassuk az igében, akkor ott is azt látjuk, hogy mennyire boldogok voltak a szőlőmunkások, amikor fölfogadták őket a munkába, hogy a szőlős gazda 1 dénár fizetséget ígért nekik, dolgoztak egész nap, és amikor véget ért a nap, és a később felfogadott munkások is ugyanannyi munkabért kaptak, mint ők, akkor ők elkezdtek zúgolódni és panaszkodni, pedig minden pontosan úgy alakult, ahogy erre ígéretet kaptak. Csak levették a szemüket a lényegről, és elkezdtek másra nézni, hogy de hát ő sokkal kevesebbet dolgozott, és észre se vették, hogy micsoda kegyelem az, amiben élnek. És tulajdonképpen ezen kaptam rajta magam, hogy én olyan lettem, mint ezek a szőlőmunkások. Ez a gongúzó jelenség. Egyébként van egy másik szó is, ami így van fordítva, hogy zúgolódás, panaszkodás, ez a diagongúzó. Ez olyan, mintha valaki elkezdene csak zúgolni, panaszkodni, aztán szintet lép, átlép ebbe a diagongúzóba, ami azt jelenti, hogy csoportosan panaszkodna. Ez olyan, szerintem, hogy amikor valaki zúgolódik és panaszkodik, akkor társat keres magának el, zúgolódja, panaszkodja maga gondját, és örömmel veszi, hogyha más valaki ezt meghallgatja, és az is zúgolódik és panaszkodik, és ez a előrelépés a zúgolódásban, a szintlépés, amikor ezt már csoportosan tudjuk tenni, és át tudunk panaszkodni valamit együtt. Pedig óriási luxus szerintem a panaszkodás, meg a zúgolódás, mert nagy ára van. És ebből a Lukács 15-ből látjuk, hogy az a nagy ára, hogyha valaki zúgolódik, akkor nem Jézushoz megy,
Ha valaki Jézushoz megy, akkor nem zúgolódik. Ez a kettő elválik egymástól. Hogyha zúgolodom és panaszkodom, akkor a magamra utaltságot választom. Akkor nem Isten erőforrásait választom. Azt mondom Istennek, hogy majd én megoldom, de nem tudom megoldani, és nem tudok kikerülni ebből az ördögi körből. Vagy azt is mondhatnám, hogyha valaki zúgolódik és panaszkodik, akkor a saját nézőpontját erősíti meg. A saját látásmódjában erősíti saját magát. És ezt látjuk a pusztai vándorlás idején Izraelben, amikor Isten kihozta őket Egyiptomból, és ők pedig folyamatosan panaszkodtak és zúgolódtak, és amikor bármi nehézség érte őket, elfogyott a vízük, vagy nem volt elég hús, akkor egyből beindult ez a zúgolódás, átléptek a csoportos zúgolódásba, és azt mondták, hogy bárcsak ki se jöttünk volna Egyiptomból. Mennyivel jobb dolgunk volt ott. És ha belegondoltak, hogy milyen torz kép ez, mert ahogy láttak, mert korábban meg azért zúgolódtak, hogy bárcsak elkerülnénk Egyiptomból, milyen nehéz itt nekünk. Eltelik pár nap, Isten vezeti őket, szabadok, és erre zúgolódnak, hogy bárcsak sose jöttünk volna ki onnan. Ez Izrael bűne volt a pusztában. Az egyik komoly vétke volt Izraelnek a pusztában, Isten népének. És a Zsoltárok könyve a következőt mondja, a 41. Zsoltár 7. vers, itt csak egy emberről mondja még, hogy a szívében összegyűjt minden rosszat, azután kimegy az utcára és kibeszéli. Na ez a zúgolódás és a panaszkodásnak a jelensége. Amikor kijön a számon, akkor tulajdonképpen csak arról teszek tanúbizonyságot, hogy ez ott van a szívemben, már összegyűjtöttem. Így mondja ez az igevers, hogy a szívében összegyűjt minden rosszat. Hát én nem akarok gyűjtő lenni a rosszból, de mégis azt mondja a Biblia, hogy a szív teljességéből szól a száj. Szóval ezen a héten én jó sok rosszat begyűjtöttem magamnak, fölöslegesen. Ez olyan szerintem kicsit, mint a motorolaj csere. Ahhoz, hogy a motor jól tudjon működni, ehhez időnként a szükséges olajat, kenőolajat le kell cserélni. Ennek vannak ilyen intervallumai, amikor az ember nem cserél olajat, az az olaj elfárad, elfeketedik, elkoszolódik, és koptatja a motort, és már nem tud jól működni, hanem elhasználódnak fontos alkatrészek. Ahhoz, hogy egészségesen működjön az autó motorja, motorolajat kell cserélni. Szerintem a szívünkben is hasonló folyamatok működnek, hogyha a szívem motorját egészségesen akarom tartani, akkor néha olajcserén kell részt vennem Isten előtt. Hogy a begyűjtött rosszakat, azokat ő kimossa onnan. A Zsoltárok könyve ezt is írja, a 106. Zsoltár, hogy Izrael pusztai életében a következő dolog történt. Nem hittek Isten ígéreteiben, hanem zúgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. Na innen látom azt, hogy ha én zúgolodom és panaszkodom, akkor gyakorlatilag az a hit ellen való tett, amikor nem hiszek Isten szavának, nem hiszem el az ő ígéretét. Ezért zúgolodom és panaszkodom. És Isten figyelmeztet minket, az 1. Korintus levél 10. fejezetének 10. verse mondja azt, hogy ott az egész rész egyébként, óva int minket, hogy ugyanazokat a hibákat kövessük el, mint Izrael a pusztában. És a következőt olvassuk itt a 10. fejezet 10. versében. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. És így folytatja, hogy mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Tehát megtörtént ez Izraellel, ezt a hibát ők elkövették, és azt mondja itt az ige, hogy ez le van írva számunkra, ez miattunk van, hogy mi ne kövessük el ezt a hibát, hogy figyelmeztet minket Isten ezzel kapcsolatban. Mint egy veszélyes dolog, ami az ő vesztüket okozta, hát nekünk azért más helyzetünk van Isten előtt, de akkor is nagyon nagy kárt tudna okozni az életünkben az zúgolódás és panaszkodás. És mindenképpen oda kell figyelnünk, hogy ha velük ez megtörtént, akkor ez ne legyen a saját bőrünkön megtanult lecke, hanem tanuljunk az ő hibájukból. Figyelmeztetésül irattatott meg. És azt mondja itt később, hogy aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni.
Ez nagyon sokszor eszembe jutott mostanában, ez az utolsó rész, hogy elbírjátok viselni. Néha van olyan időszak, amit csak el kell viselni, és nem a saját erőmből kell elviselni, hanem Isten erőt ad hozzá. Azt mondja itt, hogy nem ért titeket erőtökön felül kísértés, mert Isten, ami erőre szükségem van, azt megadja nekem, sőt, elkészíti a szabadulás útját. Hogyha Istenhez megyek, akkor ezt fogom megélni. Ha nem Istenhez megyek, akkor meg a zúgolódás, panaszkodás fogom megélni. Ez a rész egyébként, ugye mondom, Izrael pusztai vándorlásáról szól, és ugye emlékeztek, hogy volt egyszer egy olyan példa ott, hogy elfogyott a vízük, és ők zúgolódtak, hogy nincs itt innunk, itt vagyunk a pusztában, és szomjan fogunk halni, meg jobb lett volna nekünk Egyiptomban is. Isten azt mondja Mózesnek, hogy menj oda a kősziklához, üss rá a kősziklára, és víz fog fakadni belőle. És az ige elmondja nekünk, hogy ez egy csodálatos kép Jézus Krisztusról, aki értünk a keresztfán függött, megtöretett, ő a mi kősziklánk, akiből számunkra az élet vize fakad. És hogy belőle ihatunk minden nap. Ő az, aki megváltott minket, akiben bízhatunk, ő az, aki feltámadt és életet ad. És itt is azt mondja az ige, hogy ez a kőszikla, ez egy lelki kőszikla volt, ami velük ment. Ott volt velük végig a pusztában, Isten jelenléte. Én szeretnélek erre emlékeztetni téged és magamat, hogy a mi kősziklánk Jézus Krisztus velünk van. Tamás, ez azt jelenti, hogy nem szabad zúgolódnunk, nem szabad panaszkodnunk. De lehet. Lehet zúgolódni és panaszkodni. Tamás, de most nem ellentmondasz annak, amit az előbb mondtál? Lehet, hogy úgy hangzik. Én inkább úgy szeretném fogalmazni, hogy ha már zúgolódni és panaszkodni szeretnénk, akkor ezt nem magunkba tegyük, ne emberek előtt tegyük, hanem tegyük meg Isten előtt. Az egyetlen helyes módja kiadni a panaszunkat és a zúgolódásunkat, az azt gondolom, hogy ha oda visszük Isten elé. Mert amikor azt mondtam az előbb, hogy két dolog van, Jézushoz menni, vagy zúgolódni, ez nem azt jelenti, hogy úgy megyünk oda Istenhez, hogy már a szívünkben semmi zúgolódás és panaszkodás, mert ezt nem tudjuk megcsinálni. Hogyha a szívünk örlődik, a szívünk zúgolódik, akkor azt nem tudjuk csak onnan kihajítani. De meg tudjuk azt tenni, hogy oda megyünk azokkal Jézushoz. Hogy oda visszük az Úrhoz. Az egyetlen helyes pozíció a zúgolódásra és a panaszkodásra, hogyha Isten előtt zúgolódunk és panaszkodunk. Szabad ezt tenni? Hát szabad ilyet csinálni? Hát ha belelapozol a Zsoltárok könyvébe, és megnézed Dávidnak a zsoltárait, akkor nagyon sokszor látjuk ezt Dávid zsoltáraiban mintaként. Hogyha volt valami szívében valami teher, valami gond, akkor Isten előtt elpanaszolta azt. De aztán nem Isten repanaszkodott, hanem Isten előtt panaszkodott. És megengedte azt, hogy Isten a panaszkodása után, vagy a panaszkodása közben a szívét megváltoztassa, átmossa a szívét. Hogy egy motorolaj cserét hajtson végre a szívében. És így tudott eljutni egy panaszkodó zsoltár végén egy hálaadó zsoltárhoz. Egy hálaadó énekhez. Amikor átengedte Istennek a terheit. Ezért mondja az új szövetség nekünk is, hogy vessétek a ti terheiteket Istenre, mert neki gondja van rátok. Mennyivel jobb dolog otthagyni Isten előtt a terheinket, mint Istentől távol zúgolódva, panaszkodva hordozni azokat. Vessük rá a terheinket, mert neki gondja van ránk. Egyszer történt velem, képzeljétek el, nagyon emlékezetes pillanat volt, amikor egy szörnyű napon volt, reggeltől kezdve minden lépésnél valami balul sült el. Még egyetemista voltam, éppen utaztam a villamosra, vizsgai időszak volt, leadás, pontosabban szorgalmi hétnek van egy olyan rész, amikor le kell adni a rajzokat, a terveket, és az egy nagyon megpróbáló hét, akkor keveset alszik az építész hallgató, és fáradt, és amúgy is ingerlékeny, és nekem mondom, szörnyű napon volt, és pattanásig feszült voltam, mentem a villamoson, és egyszer csak kifakadt belőlem Isten előtt, hogy nem hiszem el, hogy ez nem megy, nem hiszem el, hogy az rossz, és így elkezdtem zúgolódni és panaszkodni Isten előtt. És az a megdöbbentő dolog történt velem, ott voltam csendben, senki nem láttam, mi zajlik, de gyakorlatilag a szívemben kiabáltam Isten előtt. Hogy miért kell ezt az igazságtalanságot megélnem, és amikor Isten ezt így végighallgatta, képzeljétek el, olyan békesség szállt rám. Nem azt éreztem, hogy Isten fel van háborodva az én hozzáállásomon, meg azon, hogy képzelem, hogy én az ő
tőle kapott új életet így élem meg, meg hogy nekem nincs jogom, semmilyen nem volt, semmi vádlás nem volt, hanem úgy éreztem, hogy Isten szeretete ott volt velem. Isten jelenléte egyszerűen nyugalmat adott, és mintha Isten csak arra várt volna, hogy én odaadjam neki ezt a sok szemetet, ami a szívemben volt. És hogy ő utána közel tudjon jönni hozzám. Nem véletlenül mondja azt a Filippi beliekhez írt levélben Pál, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Mert ezt a parancsot kaptuk, hogy ne a zúgolódás és ne a vonakodás jellemezze a tetteinket, de ehhez előtte a szívünket oda kell vinnünk Istenhez. Spurgeon mondta azt, hogy többet ér 10 perc imádság, mint egy egész év zúgolódás. Szóval én tanulni szeretnék ebből. Ezért mondtam el ezt nektek, amit Isten nekem tanított a héten, meg még tanulom. Ha zúgolódás és panaszkodásom kaptok, akkor nyugodtan csak kérjétek számon rajtam ezt az üzenetet, hogy Tamás, emlékszem, mit mondtál nekünk? Szóval szeretném, hogyha áldott hetetek lenne, úgy élnétek meg a nehézségeket, hogy odaszaladtok velük Jézushoz. És engedhessük meg neki, hogy ő vigye a terheinket. Isten áldjon titeket. Nagyon szeretném, hogyha bármelyikötöknek van ima kérése, egy olyan helyzet, amiben bátorításra szorul, írjátok meg, vagy hívjatok fel, mondjátok el nekem, a tesóknak, a hírlevélen. Szeretném, hogyha egymást felemelve tudnánk imádkozni. Isten áldjon titeket, és legyen szép hetetek!